Közel 50-en vágtak neki a túrának, ami a Szekszárd melletti sötétvölgyi tótól indult, és a város szurdikain át a lisztestető környékén található egyik tanyáig tartott. Ez volt az az ingatlan, ahol 1986. október 12-én a Még egy millió lépés című nagy sikeri televíziós sorozat utolsó jeleneteit rögzítették. A tanya akkor a Tolnai vármegye székhelyen sokak által ismert Prajda vendelé volt, nemrégen pedig Borsi Zsolt vásárolta meg azt. Ezek már a túra utolsó méterei, a résztvevők között ott voltak a kultikus televíziós sorozat alkotói közül hárman is, Gyenes Károly rendező-szerkesztő, Faludi Sándor hangmérnök, valamint Tolnai Ferenc, a képernyőn olyan gyakran látott méterszámláló felelőse is. Borsi Zsolt, aki az ismeretlenség homályából bukkant föl a mi életünkben, ezen a tavaszon kaptunk egy levelet tőle, Sanyi talán, vagy én, vagy mindketten, és azt említette, hogy jöjjünk ide a Prajda tanyához, nézzük meg, hogy mi készül itt. Hát, bíztunk is abban, hogy van valami látnivaló, meg nem is, de azt, amit láttunk, és amit kaptunk, ezt el nem tudtuk képzelni. Zsolt, tegnap valakinek meséltem, hogy mi ez, amit te itt csinálsz a szekszárdiaknak, meg a még távolabbiaknak, és azt mondták, hogy ilyen nincs. Azért, hogy megismertessük a szekszárdi embereket, a környékbeli emberek, hogy milyen kincs lakozik a kezünkben. Itt ért véget a dél-dunántúli kék túra, ennél az asztalnál, amit utána évente visszajártak, mármint barátok, a kék túrás rock'n'roll barátok, és még a Duna szakaszt is innen filmezték le. Ezért szerettem volna megmutatni mindenkinek, hogy ez egy kincs Szekszárdnak, Tolna megyének, meg mindenki, aki úgy érzi, hogy ezzel a szellemiséggel tud azonosulni. Zsoltnak sikerült megmentenie azt a falszalt is, ami köré 37 évvel ezelőtt az alkotók leültek és beszélgetni kezdtek a házigazdával. Rockenbauer Pál és munkatársai az 1980-as években valóságos mozgalmat indítottak el idehaza az ismeretterjesztő televíziós sorozataikkal. Addig otthonülők ezrei, sőt tízezrei ragadtak hátizsákot, hogy gyalogosan fedezzék fel hazánk gyönyörű természeti és építészeti örökségeit. Így volt ezzel Zsolt is. Filmen láttuk, még fekete-fehér filmen láttuk annak idején. Utána nekem is egy nagyon sok 10-20 év kiesett az egész történetben. És én se találkoztam volna vele, ha nem mondták volna egy ismerősök, barátok, hogy rávezettek, hogy talán minthogyha itt lettek volna, és itt lettek. És így összeraktam a képet, hogy összeraktam mindenféle mondákból, mendemondákból, hogy ténylegesen itt ért véget. És a film is, a filmből tudtam azonosítani magát a tanyát, és magát az asztalt. És ahogy az asztalt azonosítottam, és szerencsés helyzetben voltam, mert eladó volt ez az ingatlan, meg tudtam vásárolni, és onnantól kezdve felvettem nagyon nehezen ezekkel az emberekkel, 75 pluszos emberekkel a kapcsolatot, akik annak idején itt ültek a Rock'n'Roll Pállal, operatőrökkel, hangmérnökökkel, mindenkivel, szerkesztőkkel, fel tudtam menni kapcsolatot, és mindenki egyből igent mondott, hogy jönnek, és megnézik a helyet, és újból lejönnek. Úgyhogy most ez a túra, ez az ő kérésük volt. Nem az én kérésem volt, az ő kérésük volt, hogy egy túrával emlékezzünk meg az egész történésről, és hogy ez az egész hely legyen egy Rock'n'Roll Pál, illetve egy déli kék túra útvonal végének a emlékháza, ahol ők rengeteg képet biztosítottak, és próbáljuk is ezt méltóvá tenni. A civil kezdeményezés célja tehát, hogy a Rockenbaueri örökséget felelevenítve ismét népszerűvé tegyék a túrázást Szekszárdon és környékén.